Hozzád szólok, te, aki a home office-ban ülsz, tudom, hogy úgy is nézed a Facebookot, nincsen ezzel semmi baj. Most viszont arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy sokkal szabadabb vagy, mint amikor eddig az irodában ültél, több ember között. Tehát most valóban megteheted azt, hogy mondjuk óránként felállsz, és átmozgatod magad. Ez az egyik. A másik, nagyon figyelj oda, hogy hogyan ülsz. Egy idő után az ember belefeledkezik abba, amit csinál, és ahogy ülsz az asztalnál, csúszol le a széken, görnyedsz előre, és körülbelül így felveszed ezt a pozíciót, úgyhogy észre sem veszed, és mondjuk eltelik több óra, és azt fogod érezni, hogy még nem, mert nem is változtattál, ugyanabban a helyzetben ülsz, és egyszerűen csak bámulod a képernyőt, a papírodat, és csinálod a dolgodat. Vedd észre magad, húzd ki magad, és óránként állj föl. Nagyon egyszerű dolgot szeretnék megmutatni. Amikor fölállsz, először nyújtózz meg, megnyújtózol a tenyereket fölfelé, aztán nézd meg, ahogy a vállamat elkezdem lefelé húzni. Azaz ide a fülem és a vállam közé kezdek el óriási nagy helyet csinálni. Tehát a vállal lefelé, a fejtetővel és a tenyeremmel fölfelé nyújtózom. Az államat nem emelem fel, egy icipicit tokásítok. Érezd azt, hogy valóban-valóban nyújtózol, ezen a részen tényleg mintha el akarnád érni a plafont a tenyereiddel. Hogyha így nem érzékeled ezt a nyújtózást itt a harenthasizmodban, akkor nyújtózd meg nagyon aktívan a kézujjaiddal is, az egész karoddal, emelkedjen inkább a vállal, és amikor megvan ez az érzet itt a harenthasból, mert egészen nagy itt a távolság a csipőlapátok meg a bordák között, akkor összekulcsolhatod, és a válladdal elindulhatsz lefelé. Aztán kilégzéssel engedd le a karod, kulcsolj össze hátul, és kezd el felemelni a karodat. És nézd meg, ez nem így fog kinézni, hogy ahogy emeled a karodat, görnyedsz össze, hanem megmarad a nyújtózás. A gerinccel megemeled a karod. Most nyilván lesz, akinek magasabbra jön a karja, lesz, akinek éppen hogy alig vagy alig tudod összekulcsolni, nem baj, próbálkozz vele. Aztán egy belégzés után kilégzéssel hajlítod a térdedet, és nyújtózó gerinccel jössz egy laza előrehajlásba. Egy idő után, hogyha jól esik, akkor leengedheted a karodat, megfogod az egyik tenyeredbe, a másik könyöködet, és csak lógsz. Arra figyelj, hogy a térdedet egyáltalán ne nyújtsd ki teljesen, főleg ne feszítsd hátra, nyugodtan hajlítsd be, nincsenek a lábak bemelegedve, egyszerűen csak nyújtózunk így, vagy így. Aztán behajlítod a térdet, hozod a karokat a fülek mellé, és egy belégzéssel felemelkedsz. Most a gerinc átmozgatási irányaiból kettőt megcsináltunk, nyújtózás és előrehajlás. Most következzen az oldalrahajlás, összekulcsolom a kézujjakat, az előbb már jól bevált módon a vállakkal lefelé nyújtózunk, és ahogyan az előbb a fölfelé nyújtózásnál érzékeltük, megnyújtózunk nagyon erőteljesen a törzsünkből, az egész törzs aktív, és aztán egy jobbrahajlással kezdünk. Mindig jobbra hajolva kezdjük az intenzív oldalra hajlást, illetve a csavarást, azért, hogy az emésztő traktusnak a felszálló eget stimuláljuk először. Itt próbálj meg arra figyelni, hogy nem az a célunk, hogy ezt az oldalt így jól összenyomjuk, hanem az a célunk, hogy egy ilyen megnyújtózásból történjen egy oldalra hajlás. Akár ilyenkor a jobb karoddal meg is húzhatod egy picit a balt, hogy még egy kicsit ez az oldalsó izomlánc jobban nyúljon, ezt érezzük, hogy mindenkinek eléggé be van rozsdásodva. Aztán belégzés után kilégzéssel jöhet a bal oldal, és megint fölfele megyek, és onnan oldalra hajlásba, és nyújtózom, húzom a bal karral a jobb kart, és lélegzem. Aztán
Kilégzéssel visszajövök, engedd szét a kulcsolást, és belégzés után kilégzéssel engedd le a jobb karodat hátra, a balt előre. Itt, amire figyelned kell, hogy a jobb oldalon a csípő az ne menjen el hátra, a balon meg előre. Tehát nézd meg, az egész törzsem az előre felé fordulva marad. Tehát a jobb oldali csípővel dolgozom folyamatosan előre. Fejtetővel most is nyújtózom fölfelé. Egy picit tokásítok. Próbálj megnyúlni a karoddal előre, hátra. Aztán egy belégzéssel hozom vissza, és egy kilégzéssel jöhet a másik irány. Most a bal csípőmmel dolgozok előre. Nem hagyom, hogy az hátra menjen. És egyszerűen csak nyújtózunk. Most megvolt a gerinc irányaiból az oldalra hajlás, illetve a csavarás. Megmaradt még a hátrahajlásunk, kulcsold össze a kézujjakat, jól nyisd meg a válladat, feszítsd meg a farizmodat nagyon-nagyon aktívan, szorítsd amennyire csak tudod, mintha meg kellene tartani valamit a két farpofát között, és kezdj el megnyújtózni megint nagyon aktívan a törzsekből, mint hogyha a mellkassal fölfele akarnál először nyújtozni, és tartod a farizom feszességet, és így jössz egy hátrahajlásba. És mindenképpen fölfele törekedj. Nem itt akarjuk a derekat összetörni, nézd meg oldalról, fölfele nyújtózom, és aztán innen középhátból fog megtörténni a hátrahajlás. Arra figyelj, nézd meg a karomat, a fülem mellett tartom, tehát a hátrahajlás sosem így néz ki. A hátrahajlásban a csípőt nem tolom előre, nem tolom ki a pocakot, a csípőt megtartom a bokám és a térdem fölött. Továbbra is feszes a farizmom, hogy tudjam tartani biztonságban a derekamat. Aztán oldom a kéztartást, és egy belégzés után kilégzéssel megint hallítom a térdem, és nagyon aktívan nyújtozó gerinccel jövök egyelőre hajlásba. Ha leér a kezed a talajra, leteheted. A kezed mindenképpen leér, csak mélyebbre kell jönni legfeljebb a guggolásba. Lehet az előbb már megismert módon egy picit nyújtani a lábot. És aztán lassan vagy csigolyáról csigolyára felemelkedsz, vagy ahogyan az előbb tanultuk, kinyújtod a karodat, behajlítod a térdet, és a comb és a farizom segítségével nyújtózó gerinccel emelkedsz vissza. Javaslom, hogy legalább ennyit tegyél meg, naponta többször magadért. A gerinc egészsége az attól függ, hogy mennyire van mozgatva, mennyire hidratált a szervezeted, úgyhogy most állj fel és igyál egy pohár vizet is. Keresd a videóimat, igyekszem most, mivel az aranyhold bezárt, igyekszem minél többet készíteni. Az aranyhold oldalon és az NMPT oldalon is megtalálsz. Sziasztok, kitartás mindenkinek!